A kíváncsiskodó katamarán versenyen kívül borult, de a stabilabb hajók közül is sokan megsínlették az erős szelet. Árbóc és kormánytörések, felszakadt fedélzet, vízbeeső emberek. Félő volt, hogy a versenyen induló kenesei vízirendőrök mellett más kollégáiknak is akadt feladat. Milyen feladatot rólnak a vízirendészetre, konkrétan milyen feladatokat látnak el? A vízirendezői megtartása az engedélyt kell kérni, elsősorban ez a legfontosabb, amit a Balaton vízirendészeti rendőrkapitányság igazgatási rendészeti osztály ad ki, hogyha megfelelnek a feltételeknek. Tehát az az első, hogy a kérelmeket el kell bírálni, meg kell hozni határozatokat, azokat ki kell adni, társhatóságokat, hajózási hatóságot erről értesíteni. A következő feladat, amikor ezek a rendezvények ténylegesen meg is történnek, azokat ellenőrizzük, tehát a kiadott engedélyekben foglaltak betartását ellenőrizzük a rendőrös dolgozói. A vízirendészet munkatársai milyen speciális képzést kapnak, és ön szerint kiből lesz jó vízirendőr? A speciális képzést a vízirendőr abban az értelemben kap, hogy hajózni meg kell tanulnia. Tehát a hajózási szabályokat meg kell tanulnia, és ugyanúgy vizsgát kell tenni, mint bárki másnak, aki hajózni akar Magyarországon. Ez egy nagyon sokrétű munka. Tehát az erre vonatkozó szabályokat is ismernie kell, hiszen anélkül nem tud dolgozni. Tehát külön vízirendőrt nem képeznek ma Magyarországon, ezeket mind el kell, hogy sajátítsa az a kollega, aki a vízirendészethez jelentkezik. Elsőnek érkeztek vissza, de gondolom, hogy ennek egyáltalán nem örülnek, mi történt. Mi se tudjuk még, mi történt, mert ha kivesztük az árbocot, talán többet tudunk. Hát Siófokig nagyon jól mentünk, Siófoknak 50-esek közül elsőnek vettük a gólját, és ott néhány pattanást hallottunk az árbolc felől, nem igazán tudtuk, hogy mi történt. Megvazultak a kötelek, próbáltunk utána feszíteni, mentünk tovább. Ez kétszer-háromszor előfordult, itt körülbelül Lelle magasságába, Kreisbe mentünk, már gyengült a szél, és egyszer csak egy nagy pattanás, és az árbolc felső fele kihajolt fölébe. Milyen a hangulat most a csapatban? Nem túl jó, de hát este vigasztalódni fogunk valamelyik kocsmában. Soha nem látott média érdeklődés mellett zajlott az idei kékszalag. A figyelem felkeltésében az esélyes hajókon feltűnő ismert személyiségek is közrejátszottak. Egészen másképp láttuk a kékszalagot. A táv felénél már látszott, kik lesznek a leggyorsabbak, akik ahogy a slágerben éjjel érkeznek. Persze tudtuk, bennük lesz is küszködés, ha egy másik ér előbb oda. Már megmegálló keleti széllel küzdöttek a hajók, de a naplemente és a reflektorok köré gyűlt éji rovarok már jelezték a befutó közelettét. Este 4:10-kor 12 órával és 16 perccel a rajt után érkezett a rajtcélgyőzelmet arató Axa Brokernet. Ritkei Farkasi zsinórban hetedszer nyerte meg a kékszalagot.
Amíg pedig az első győzelmüket szerzőket a legénység többi tagja lendületből a vízbe helyezte, addig stábunk felkereszkedett a helyükre egy rövid értékelés erejéig. Így a rekorder kormányos célbeérés utáni első gondolatait önökkel osztotta meg. Pár napja azt nyilatkoztad nekem, hogy egy esetleges győzelmet minden eddiginél jobban a magatokénak érzel. Fenntartod ezt az álláspontot? Igen, nagyon sok munka van emögött. Nagyon sokat edzettünk, sokat készültünk a hajóval, sokat kellett foglalkozni. Az utolsó hajót hajóépítéssel telt úgy, hogy még a szerdai napon zógó esővel volt laminálva, úgyhogy egy csomó nehézség is volt, amit meg kellett oldani. De megértem. A többiekkel kellett küzdenetek, vagy leginkább magatokkal? Szerencsénk volt, mert az a szél fújt, amiben nagyon gyorsak vagyunk, és ráadásul segített is minket a Kesze utáni hazafelé úton elfújó szél volt, tehát az előhaladó hajónak volt szele, hátul elállt. Úgyhogy igazából ez a különbség, ez nem reális, ami most van a két hajó között. Hát ez ilyen. Van, hogy fordítva van, most nekünk kedvezett. Az a pletyka járja, hogy ennyi szalag birtokában egy méteráru boltot fogsz nyitni, igaz ez? Hát persze. Én 30 éve élek a Balatonnál, és ezek az emberek engem választottak ki, és nehéztük egy-két szavunk. A győzteseknek kis ünneplés, nekünk pedig a meghibásodó motoros megjavítása fért bele abban majd egy órába, amíg a végig remekül versenyző Soponyai Gézáik is megérkeztek. Egyelőre többet tudott a hajó, mint a csapat, illetve mi nem ismertük a hajót, és hát ez volt a baj, és ezért még most azért egy kicsit elmaradtunk sajnos. Végül is jó hangulat, sok tesztelés hiányzott még, szóval sokkal gyorsabb a hajó, nem tudtuk kihozni belőle, még hiányzott a gyakorlás, rövid volt az idő sajnos. Hogyha most kezdődne a verseny, tudnád, hogy mi az, amit változtass, amit átépíts még rajta? Feltétlenül, igen, persze. Van 2-3 dolog, ami nagyon fontos, és azt azonnal megcsinálnám, persze. Mi lesz ez a vetős sorsa? Megtanulunk vele menni, még gyorsabban. A gyenge szélre berendezkedett Sponsor Wanted fokozatosan jött fel, és a végén nagyon éles csatát vívott a harmadikként befutó Diegóval. Másra számítottam, azt hiszem, jobban partiba leszünk hát ugye 4 hajóról beszélünk, tehát a másik 3-mal. Az erőszélre tudtuk, hogy a Zsolték féle Rafika Sponsor Wanted nem fog jól menni. Ez bejött, hát aztán ahogy gyengült a szélre, jöttek elő, és itt a végén gyakorlatilag Földvártól páros meccset vívtunk megint, hogy kifusson belőlébb. Ha valaki az elején felajánlja nekünk ezt a harmadik helyet a rajtnál levő meteorológiai viszonyok tükrében, akkor valószínűleg nem kötjük meg vele az üzletet. Most égnek el a hátamon a szőre meghatottságtól, és azt gondolom, hogy hatalmas siker. Hogyan fogtok ünnepelni? Felcsavarjátok a szőnyeget? Mindenképpen. A rendezőség munkájának neheze még csak most kezdődött. Az utolsóként beérő 1 óra hiány egy teljes nappal maradt le a győztestől. Gyakorlatilag 2 óra alatt a kenesei bolyát még elhagyta az utolsó hajó is, tehát, és akkor utána már a nyugati medencében egy olyan 4-es-5-ös bofor volt, ami nagyon kedvezőnek látszott arra, hogy most megdől az évtizedes rekord. De hát nem dőlhetett meg, mert nem hagyta magát legyőzni a Balaton. Megszületett az időbeosztásunk, ami az éjszakai befuttatást jelenti, úgyhogy én most majd 3 órakor kerülök sorra, hajnali 3-tól reggel 9-ig, és akkor a következő az 9-től délután 3-ig, és így tovább. Habár 111 hajó nem tudta teljesíteni a távot, azért bőven volt kit ünnepelni. Külön díjat kapott az utolsóként beérkező Bounty, akiknek nem csak a hajón, a dobogón is akadt gondjuk. Dr. Lettner Ferenc a Nemere 2 egykori mancsapjaként időrekorder. Most 94 évesen is teljesítette a távot.
A legfiatalabb versenyző pedig Objekve Mikey volt, aki 5 évesen vett részt a kék szalagon. De külön díjat kapott a Jastik 1-es Hableány és a Hiszti legénység helyett a leánysággal induló egysége is. Egész verseny alatt nagyon hangulat volt, a végére még fel is erősödött eszély jobban, mint a rajt idejére, és ez meg is tréfálta néhol a versenyzőket. Azt tudni kell, hogy a kék szalagok általában nem ilyen erős szélben futnak. Az idei az egy kicsit különleges volt, nem történt súlyos baleset egyáltalán, hát ez a technikai sportágban eljár, hogy ilyen sokan esetleg kiállnak. A kék szalag verseny mellett egy kék szalag fesztivált rendeztünk, Füred városával közösen a Vitorlás Szövetség rendezésében 3 napon keresztül ünnepelt, Balatonfüred ünnepeltek azok, akik a vitorlázást szeretik. A sajtó, a nyilvánosság soha nem érte el ennyire közvetlenül a kék szalag versenyt. Nagyon sokan, több tízezren nézték az internetről a közvetítést, gyakorlatilag a versenyt magát és a versenyt követő eseményeket végig lehetett követni. Tehát látszik, hogy sikerült nagyon-nagyon sok olyan embert elérni, akik nincsenek itt, de érdeklődnek a sportok iránt. Abszolútban 10. az Orpheus lett. Őt megelőzte az Anna, az Irokéz, a Lemerekedő és a Sirokkó is. 5. lett az Európa-bajnok Pomusz Tamás a Capellával. A 4 esélyes pedig igazolta a várakozásokat. A 39. kétszalag Vigyei Farkas 7. győzelmét hozta. A vetétársak legközelebb egy év múlva próbálhatják megszerezni a magyar vitorlásport legértékesebb szalagját.